Szia, szavaztad az, hogy neked ezen a szép napon, reggelen, délután, nálunk délelőtt van. Egész pontosan 10 óra 37 perc, képzeld el. A munkás fősimben vagyok, nem azért, mert dolgoztam, azért, mert elmentem és vásároltam egy csónakot. Ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Nagyon jó állapotban, majd erről később beszélek. Kint csodaszépen süt a nap, mutatom nektek gyorsan. Rettentő meleg van, komolyan mondom. Annyira leizzadtam már, pedig 9 órakor mentünk el a csónakért, de meleg van. Itt a nyár. Na minden, nem azt akartam mondani, képzeld el, elmegyek és a múltkori videóban ugye mondtam, kicsit lassan beszélek, mert hogyha izgatott vagyok, hogy valami, akkor gyorsan beszélek össze-vissza mindenről. Na minden, a múltkori videóban mondtam nektek, hogy elmegyek és megnézem ezt a hajót, ugye, amit mutattam, hogy ott áll a vizem, és ma megyek el megnézni belülről, kívülről ugye múltkor láttuk, és ezért vagyok izgatott, hogy milyen lesz, remélem, hogy jó lesz, és le fogom tudni alkudni, és lesz egy szép nagy hajunk. Amíg gondolkodtam rajta, látod, hogyha ide behoznám, oda lehet, hogy beférne, de hát ugye vízen lenne. Tehát nem fogom tudni lefesteni az alját, maximum az oldalát, tehát ide én azt mondom, hogy lehet, hogy nem lesz jó. Ugyanis ha ide felhozom, ott ki fog lógni. Na minden. Hogy ezt fogunk elmenni, megnézni, azt mondom, valamit kitalálunk, hogy lehetne megcsinálni, ugye mit kellett megcsinálni, mert egyáltalán megérje megvenni, lehet, hogy egy nagy rakás semmi. És itt a Davis. Muki, hova mész? Átöltöztél? Ugyanis a Davis is nagyon megizzadt, játszottunk egy jó nagyot, hol van? Elment hátulra be. Megmutatom ezt a csónakot, amit vettünk. Ugyanis ez egy ilyen kisebb, ilyen alumínium, nem is kisebb, mert 3,4 méteres. Az van az érdekes, hogy ez a legjobb csónak, amit eddig vásároltam. Ugyanis ilyen újabb fajta, nagyon stabil, nagyon erősnek néz ki. És én rettentően örülök neki, nagyon jó ára meg tudtam vásárolni. Mit mondasz? Közben hívva a Davis. Mit? Te, a Lucas az nagyon mérges lesz rád, mi történt? Nem vicces. Ne, ez nem vicces, te! Úgyhogy mindjárt megmutatom nektek a csónakot, csak ezt rendet kell rakni még, mielőtt a Lucas meglátja. Látod? Mert mindig leburítja a Davis ezeket a figurákat. Na, addig oda rakjuk, majd a Lucas elintézi. Rendben van? Nem bántjuk. Csoki macsi. Ja, aha. Ja, nem bántjuk. A munkám közben itt van, ő is csinálja a csónakot, ugye, amit múltkor mutattam, bent áll a garázsba. És... az lenne a kérdésem hozzátok, hogyha megmutatom majd a csónakot belülről, megpróbálom lefilmezni. Hogy mit szóltok hozzá, ugyanis több szem többet lát. Úgyhogy lehet, hogy van olyan, amit én nem látok, vagy valaki ugye jobban ért hozzá, mint mondjuk én, és ugye nehéz a döntés, tehát ma biztos, hogy nem fogom mindjárt így megvásárolni, nem hiszem. De hogyha valakinek van valami ötlete, vagy valami hozzászólás ide a videó alá, nyugodtan megírhatjátok. Na kijöttem egyet, mutatom nektek, mit csinál apukám. Éppen lehet neki vetközött, és ez a csónak. Mondjuk sok minden nem változott azóta, mióta ugye mutattam nektek, de most ezt az oldalát fogja itten megcsinálni. Oda rak be olyan ízét, tudod, olyan falat. Aztán van ilyen habja neki, kifújja a habbal, az elejében majd itt lesz a benzintartály, látod, az már bele van vágva. És majd szépen fog kinézni, gondolom, hogy elkészül. Úgyhogy megmutatom, amit ma vásároltunk, ezt a csónakot, nem hagyott ezt csónakot. Felfordítottam itt tákin, mutatom össze az alját, ugyanis szép, tehát nincs lefestve, nincs összekenve semmivel, ugye úgy, mint a többi csónak, amit általában szoktam vásárolni. Van ott rajta egy luk, ami ugye jön hozzá ez a dugasz, hogy ne folyjon ki a víz, vagy be a víz, csak éppen kiúsztam, kimostam a belsejét, 3,4 méter, ami elég jó szerintem. Várj, egy kicsit felfordítom, hát a kiszáradt már, megnézzük, várjál, kiszáradt, csinálj, valami legyen alatt, ami valami kígyó, vagy valamik. Én azt hiszem, hogy kiszáradt, hogy sikerült most, mert kicsit sáros volt a belseje. Végül is így néz ki. Úgy néz ki, mint egy akármilyen csónak, ugye. Csak annyi a különbség, hogy jóval stabilabb, ami ugye eddig volt, ahogy mondtam. Egybe van, nincsen megkarcolva. Jó, meg van karcolva, de nincs megütögetve mindenhol. Ilyen szép. Úgyhogy én most egy kicsit kitörlöm a belsejét, várunk, rárakjuk a vízre, megnézzük, hogy egyáltalán ugye úszik-e, bár biztos, hogy úszni fog, és elmegyünk megnézni azt a nagyobb hajót. Viszek benzint, megtöltjük a benzines kannát, szomszéd valamit fűrésze, vagy farag. Itt van. Látod, ez a csónaki, ott a motor, és van még van benne, de én azt mondja, hogy beletöltöm, mert bele fog férni. Átöltöztem, hogy látjátok, úgyhogy húzom a szemüveget, és minél többet megpróbálok majd ugye
filmezni ott a hajón, hogyha tudok, és ha hazajövünk, megnézzük, hogy mit, hoppá, filmeztem. Úgyhogy, hoppá, húzom a szemeget. Amúgy mindig van idő, de le kell rakni ugye a csónakot a vízre, rá kell rakni a motort, meg hasonlók. Úgyhogy azt hiszem, megnézem apukámat, aztán lassan elindulunk, a Davis ugyan most majd megy aludni. Ilyen délutáni olvás lesz. És hazajövünk, aztán ebédelünk majd valószínű. Na Muki, mit csinálsz, mi? Cars. Autókat nézel? Nézd most tábor mindig ilyen autókat, ezt a Cars nézi, látod azt a pirossal, ja? Nagyon, nagyon fantasztikus. Na, azt mondja, megvan minden. Úgyhogy nem, nincs meg a cipőm ott van kint. És indulunk lassan, a víz kezd feljönni. Bár a csónaknak mindegy, mert apukám ugye be tudjuk csak dobni. Na, valahogy átrángatjuk oda a túloldalra, ott a kettő oszlop között. Hogyha jön apukám. Bezárjuk a munkásautót addig. Nem hisz majd valaki elvinni. De sose lehet tudni. Főzzük az ablakot, apukám felöltözik. És nagyon nekivetkőzött, ahogy mondtam, nagyon meleg van. Szemüveg? Kell a szemüveged? Mi? Kell a szemüveged? Ez micsoda? Fűrészlap. Tessék. Majd te, visszapakolunk be. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok, megnéztük, nem tudom, hogy mennyit láttatok, vagy mennyit nem láttatok, végül is mindegy. Ugyanis képzeld el, úgy döntöttem, hogy hát szerintem jó lesz, megveszem. Aztán, mire hazaértem, úgy volt, hogy a hazajövök, megveszem a feleségemmel azért, de... Na mindegy, hívott az eladó, ugye kell akarta adni a hajót, és azt mondta, hogy a másik ember, ugyanis volt egy másik ember, mikor elmentem, csörgött a telefon, visszaszólt, és megvette. Úgyhogy lemaradtam róla. Na mindegy, most egy kicsit ilyen mérges vagyok, nem tudom, hogy magamra legyek mérges, vagy kire legyek mérges, ugyanis mondhattam volna ugye ott neki, hogy megveszem. De gondoltam, hogy hazajövök, azért csak megemlítem a feleségemnek, ugye, vagy megbeszélem apukámmal, hogy mit kéne csinálni, és lemaradtam róla 2 perc, épp hogy csak vissza akartam hívni körülbelül, és csörgött a telefon. Ilyen pici, ilyen közel voltunk, hogy megvagyunk. Na mindegy. Amúgy lett volna mit rajt dolgozni végül is, de az ára ugye jó volt, de azért volt ilyen ennyi az ára, mert van mit rajt dolgozni. Tehát biztos, hogy sok mindent meg lehet volna rajt csinálni, de én szerettem volna, ugye én szeretem megcsinálni ezeket a hajókat, vagy csónakokat, és szerintem jó munka lett volna meg. Na minden, úgyhogy én most mérges vagyok, ugyanis lemaradtam róla, de ez van. Ma keresünk valami másikat, bár ilyen áron nem láttam sehol se, ugyanis ebbe a végül is azt tetszett, hogy nagy volt, nem ez a pici volt, ugye, aki múltkor nézte a videót, volt az a na, kisebb, amit elmentünk megnézni a feleségemmel, ugye meg a Davis-el, ez azért nagyobb volt, tehát jóval nagyobb volt, na mindegy, lemaradtam róla, úgyhogy ez van, na igen. Úgyhogy, most nem más rá, mint visszahúzom a csónakot, és lenagytam a vizem, mert akkor kikötöttem, gyorsan befutottam, hogy megveszünk, megveszünk. Na, számvettünk meg. Na mindjárt, ki kell hozni, ki kell kicsit mosni, és lehet, hogy levágom a hajamat később, még egyet mérgelődök itt magamba, aztán folytatom tovább.
Valószínűleg a hajammal. Levágtam a hajamat, ahogy látjátok, meg is borotválkoztam. Most egy kicsit piros az arcom, azért piros az arcom, mert egy pár helyre gondolom elvágtam magamat szokás szerint. Most olyan furcsa vagyok, nem? Ilyen nagyon rövid lett hajam, le is égtem, ahogy látjátok. De majd bekenem valami krémmel valószínű, aztán majd elmúlik. Amúgy jelenleg nem mást csinálunk, legalábbis nem én, hanem a Lucas meg a Davis mint játszanak. Látod a PlayStation? Na mi a helyzet? A Lucas-en mi a helyzet? Nincsen fölső, úgyhogy rajta se, a Davis-en nincsen gatya. Mondjuk rajtam van gatya, de rajtam sincs fölső, ugyanis meleg van. Mutatom, nézd, jön a felhő. Látod? Valószínű, hogy esni fog megint éjszaka. Bár éjszaka nem baj, hogy esik. Úgy legalább lehet egy jót aludni, ugyanis most rettentően izzadós idő, meleg volt. És mindegy, itt van a nyár, nem sokára. Bejövök addig ide hátulra, ugyanis megnézem ezt az ablak, nyitva van az ablak. Egy kicsit ilyen húzatos van. Lehet, hogy ezt egy kicsit most így bezárom. Ugyanis ott ül a Davis meg a Lucas ugyat az ablaknál, és ilyen behúzatnám, akkor véletlen megfázzanak, mert meg vannak ugye izzadva. Ez zárva van, úgyhogy én most nem más állok, mint iszok egyet, mert miért nem még a villany? De miért nem még a villany? Azért, mert ott a villany, látod? Itt kell felkapcsolni, mert ilyen lassít a villany, mert nem is a legjobb. De ez van. Na mit iszunk? Valamit iszunk. Ittunk, vagyis ittam. Ezt a mai videót most lassan befejezem, és tök érdekes dolgot most már nem fogunk csinálni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!